Köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben SAK magazinban. Gunyac Zoltán műsorvezető vagyok, és ahogy előző adásunkban ígértem, megyén csapatainak MB2-ben vívott partijairól szeretném a kedves nézőket tudósítani, tehát érdekes, szakmailag érdekes partikat szeretnék bemutatni. A most következő partiban az NVSC egy régi játékosának, orosz Robert Fidemesternek egy csodás alkotását szeretném bemutatni a kedves nézőknek. Orosz Robi ö, már vagy nyolc éve játszik a nyíregyházi csapatban, amelyiknek korábbi nevei voltak a nyíregyházi sportcentrum, nyíregyházi sakkiskola, jelenleg egy éve már NVSC ö, ö, keretein belül működik ez a stabil és igen erős sakcsapat. Ö, oroszobi egy 30-as éveiben járó ereje teljében lévő rendkívüli tudású fidemester, aki az MB2 hatodik fordulójában egy rendkívül érdekes küzdelmet vívott egy karcagi mester jelöltel szemben, a sok romantikus korszakába illő parti, partit játszott, tehát annyira nyílt és támadó is, és, és kombinációkkal teli volt az állás, hogy öröm volt nézni. A partiban tulajdonképpen a fejlődési előny volt, az a vezérmotívum, az az elv, aminek, az, aminek a, a hatását és következményeit a sötét figurákat vezető nyiregyházi munkácsi mester le tudta győzni az ellenfelét. Nézzük tehát a partit. A világos figurákat Egyed Gábor mesterjelölt vezeti, aki a karcagi csapat egyik kiválósága, a sötét figurákat pedig az NVSC fide mestere Orosz Róbert vezeti. E négy királygyalugal kezdett Egyed Gabi, amire ö, Orosz Robi Huszár F6-tal válaszolt. Aljehin védelem ö, sóhajtanának fel nagyon sokan. Az első orosz sakvilágbajnok, egy orosz kormányzó fia, dr. Alexander Aljehin, aki a Párizsi Sorbonne Egyetemen szerzett jogi doktori címet, nyilván ugye a, a bolsevik forradalom eredményessége után külföldön, ragadt külföldre emigrált, ö, népszerűsítette ezt a merész huszárfejlődést, korábban is ismert volt már ez a lépés, de a megításoknak és védelmeknek van egy olyan tulajdonsága, hogy nem azokról nevezik el, akik először megjátszották azt, hanem azokról, akik azt népszerűsítették és kidolgozták az elméletét. Ezt közel száz éve Aljehin doktor játszotta meg, és tette elismerté és híressé. Önmagában véve a megnyitásra azt mondhatnánk, hogy butaság, hiszen világosnak lehetősége van a megtámadott gyaloggal előrelépni E4-E5, erre azonban sötét 20 F6-ot válaszol, és hiába kergetik tovább a 20 C4, huszár B6, D4-jel például, utóbb egy, egy gyalog robbantással igyekszik sötét aláaknázni a centrumot, és erőt vehet a túlságosan előremerészkedett világos haderőn. Persze, persze nem mindig sötét nyer, sokszor világos nyer. Ez egy stabil, ismert és sokat játszott megnyitás, és, és azt mutatja, hogy aki a Huszár f az Ajehin védelmet megjátsza, az biztos, hogy nem döntetlenre áhítozik a partiban, hanem harci szándékát tükrözi világos óvatosan járt el, és nem üldözte a 20 E4-E5-tel, hanem egy Nimzovicsi eszmével megvédte azt a, azt a, a gyalogot, huszár C3-mal válaszolt. Tehát nem rohant túlságosan előre, nehogy az előre csalogatott haderejét oldalba is hárba támadják. 20 C3-mal megvédte, azt erre következett E7-E5 úgy látnánk, hogy egy szolid, nehéz pozíciós játszma alakul majd ki. 20 f 3 20 c 6 B5 után már a spanyol megnyitásba is keveredhetnénk. Világos azonban futó C4-et lépett, amiről, ami után már ugye a spanyol megnyitás szóba sem kerülhet. Orosz Robi leütötte az E4 gyalogot, az átmeneti tisztáldozat természetesen visszajön, Huszár üt 4 ha most világos 20 C3 üt E4-et lépne, akkor sötét D7-D5 gyalogvillával nyerné vissza az áldozott tisztet, de ez esetben gyalog hátránya is lehetne világosnak, ha például mondjuk nem D3-at lépne a gyalogvilla meghúzására, előbb leütött F7-re, futóüt F7, kimozdítva a királyt a helyéről, futóüt F7, királyüt F7 természetesen, és csak most ütötte, király E8 üt F7, és csak most ütött vissza világos az áldozott huszára, huszár üt E4. Na most egy sablonos állásértékeléssel azt mondanánk, hogy sötét nem áll olyan jól, hiszen a királya már kimozdult a helyéről, világosnak centrumban van egy huszárja, de nem szabad ilyen sablonosan állást értékelni. Sötét az elmélet szerinti kitűnő D5 lépést húzta, amivel D7-D5, amivel mint egy birtokba vette a centrumot, és erre bekapta az elmélet szerinti folytatást, vezér H5. Na most a királya G8-ra kell visszavonulni, és azt kell látni, hogy gyalogcentrum ide, gyalogcentrum oda, a, világ, a, 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 sötét király úgy tűnik, hogy nehéz helyzetbe kerül, valójában azonban ez nem így van. Egy érdekes elméleti változatban járunk, még, még sokáig az elmélet útján járunk. Huszár G3 következett, amire jött Huszár C6. Huszár C6. Ö, hozzá kell, hogy tegyem, ö, a G6 lépés mindig ott van a, a lehetősége, tehát a számításba jövő lépések között sötétek. G6 és vezér E5-re futó F8H6-tal folytathatja a fejlődést, a gyors fejlődést sötét. Minden esetre 20C6 után világos D3-mal folytatta. Ö anyagi egyenlőség áll fenn a táblán, sötétnek lehetősége van, miután megvédte az előgyalogot is tovább fejlődni futó e hattal. Amire világos úgy látja, hogy elérkezett az idő a sötét centrum megingatására, mégpedig fejlődő lépéssel, F4-jel, F2, F4, gyaloglépéssel javasolja a sötétnek, hogy üssön be e F4-re, és akkor futó C együtt F4-gyel még egy könnyű tisztjét dobja a harcba. Robi azonban ö, jól látja, hogy az elméletnek egy jobb folytatását kell választani. Huszár D4-gyel, Huszár C6 D4-gyel kéri meg szépen, ö, kéri meg szépen... Ö, Világost, hogy tegyen valamit a huszárű c 2 sakbástya fenyegetés ellen. Nos, világos folytatta a legjobb lépéssel vezérült E5, amire C5 következett. Tehát ez a C7, C5. A huszára nem lehetett ugye beütni c 2 sakra, mert őrizetlenül marad az E6 futó, és huszárű C2 király üt D1-re, a huszárt ott kellene hagyni, különben vezérű E6 mat következne, tehát C5 lépés után következik most király D2, király D1. Most, hogy a huszár még mindig őrzi az E6 futót, lehetősége van orosz Robinak egy nagyszerű futó D6-tal elzavarni a vezért, futó F8 D6, és tekintsük meg, hogy most akkor hová is léphet a világos vezér. Természetesen léphet még G6-ra, H5-re is, de arra G5-tel tovább kellene vándorognia a saktáblán, és már alig tudna értelmes lépés, lépést tenni, hiszen G6-ra már csak, már csak vezér G5 vagy vezér H6 volna lehetséges, szépen visszament a vezérrel E1-re. Ha most nézzük meg az állásértékelést, akkor azt mondhatjuk, hogy világos, meglehetősen le van maradva a fejlődésben, egyetlen könnyű tisztje egy huszárja árválkodik kint G4-en, sötétnek három könnyű tisztje a készen áll, és most következik egy erős sakk, futó G4. Ezt a sakkot világosnak ki kell védenie, huszár G1 E2-vel lépi ki, hogy már legalább azzal a huszárral is fejlődjön. Egyébként ugye a király már nem sáncolhat, hiszen a világos király is lépett. Érdekes, hogy a világos király is vezér az alapálláshoz képest helycserést hajtott végre, tehát huszára -e kettő, és ezek után az üteg fennmarad vezér D8-D7-tel. Szeretne kibontakozni valamilyen módon világos, ezért vezér F2-t lépett, és helyet akar adni a H1 bástyának is, hogy E1-el védje továbbiakban az E2 pontot. Látható ugyanis, hogy a partiban az E2 ponton kulminál a harc, ott a G4 futó miatt kötés van, és hogyha azt a kötést kellően tudja oroszlobi erősíteni, akkor azon a kötésen tönkre mehet a világos állás. Ezért is húzott Bástya A8-E8-at. Egy további figurát bekapcsolva az E2 pont lekötésébe. Következett Bástya E1, egy további figurával védve az E2 pontot, és most egy nagyon szép megoldásnak lehetünk a szemtanúi, látható, hogy sötétnek a hányol bástyája el van dugva. Ha most elkezdenénk számolni, hogy hány lépést kellene tenni, hogy azt játékba hozzuk, azt mondanánk, hogy Első lépés király G8, F7, második lépés bástya H8, F8, harmadik lépés király F7-ről vissza g 8 de hát a mesterek azért mesterek, hogy szebb és jobb megoldást is tudjanak, ettől H5-öt lépett. Orosz Robi, a lépés ötlete az, hogy igyekszik H4-gyel elzavarni az E2 pontra visszavédő G3 huszárt, és egyúttal a bástyának már nyílik is a H vonal, tehát egy nulltempós bástyáról van szó, a sötét H8 bástya még nem is lépett, de már is játékba avatkozik. Világos nem várhatja meg, hogy... hogy a sötét gyalog H4-re lépjen, ezért H3-mal igyekszik elzavarni a futót G4-ről. Azonban világ, sötét az akár áldozhatja is, ott hagyhatja azt a, azt a G4-en lévő futót, hiszen oda a vezér is visszaüthet. Következik H4, Bajonett roham. világos leütötte a futót, H3-5-G4, sötét, természetesen leütötte a G3 ö, lovat. H4-5-G3, vezér vezérült G3, és most, a, most, hogy már megszűnt a futó leütése miatti kötés, sötét, természetesen leüt E2-re, elterelve erről az, ezzel az alapsorról az E1 bástyát, tehát Huszárd d 4 üt e 2 bástya üte kettő. És most a H8 bástya, amelyik anélkül fejt ki nagy erőt, hogy lépnie kellett volna, ö, ö, sakkadással avatkozik be a világos király körül szövendő mathálóba, bástya H1 sakk. Itt már nagyon nehéz tanácsot adni ö, sötét ö, világosnak. Természetesen a vezért nem húzza vissza E1-re, mert arra a bástya H1-1-el e, nyertálláshoz jutna sötét. Ugyanez irányadó bástya E1-E2-re, tehát a király indul további vándorútra, király D1-D2. Ajánlom a kedves nézők figyelmébe a fejlődés alapelvét. Sötétnek már minden tisztje gőzerővel dolgozik, míg sötétnek csupán egy bástyája és egy vezére, valamint a királyai szerencsétlenül tántorog a sötét tisztek hatásos csapásai alatt. Tehát, tehát az A egy bástya és a C egy futó még nem lépett és nem is avatkozik játékba, mert nem is volt rá ideje, lehetősége. Egyéb iránt egy további terelő bástya csere következett, bástya üt e2, sok király üt e2 természetesen, vezér e6, tempóval következik a sakk. Vezér e6, és itt már nagyon nehéz tanácsot adni, azért is, mert ugye hová lépjen a király? Ha például a király D2-re lépne vissza, arra futó 5 G4-saksek következne, és sötét nem ütheti le a futót a vezérével, mert arra vezér E1 mattot jelenthetné be Orosz ezért közbe a vezért, a világos figurákat vezető, egyébként igen jó játékos mesterjelölt, vezér E3 cserét kínálja fel, vezér cserét a, a sak alapvető elve, ugye, hogy akinek fejlődési előnye van, az nem fogja cserékkel könnyíteni a védekező félnek a játékát, hanem oroszobi kaszírozott egy gyalogot, vezérült G4 sak, következett vezér F3, amire megint csak nincsen csere, hanem vezér e sak. Erre továbbra is vezér E3-mal védi ki a fenyegetést, vezér E3, és most egy csendesebb lépés következett, vezér F7, ami úgy szintén az egyik, lehet mondhatni a legerősebb lépés. Vezér F7, azzal a nem is annyira titkolt fenyegetéssel, hogy, tehát vezér E6-F7, hogy a vezér nem csupán G4-en, hanem például játékba avatkozhat másfelől is, H5-ön például, illetőleg a futóüt futó üt G, futó D6-üt F4, vezérüt F4, vezérüt F4, futóüt F4, bástyaüt A1 fenyegetés is létezik, ezért, világos d 4 igyekezett menekülni. Erre következett gyalogű D4, és futó vezér D4, és erre futó üt, ö, illetve futó C7. Itt már igencsak számításba jön a futó B6 fenyegetés is ezt azzal vette, ennek azzal vette elejét a világos figurákat vezető kiválóság, hogy C4-et lépett, C2, C4. Tehát ha most futó B6-tal igyekezett volna ö, tovább zavarni a védendő pontoktól oroszrobia vezért, akkor arra egyszerűen C4, C5-öt léphetett volna világos. Következett azonban vezér H5, sakk, amire király F2 jött. Most, hogy a vezér a D1, H5 átló helyezkedik el, lehetősége van a bástya erejének fokozását véghez vinni a világos, ö, ö, világos figurák ellen támadó mesternek, bástya D1. Nos, ezzel a vezérrel már nem is olyan könnyű szabályosat lépni, természetesen nem üti le az, a, az A7 gyalogot, mert eltávolodna a fő hadszíntértől, és a magányossá váló királyt hamar mattolhatná ö, sötét. Vezér C3-mal igyekezett partin belül maradni. Vezér C3, vezér H4-sak, amire ö, lehetőség van mondjuk vezér G3-at is húzni, de arra nem volna rossz lépés futó B6 sem, minden esetre G3-at lépett a lelkiekben talán már a partit feladó ö, világos figurákat vezető karcagi játékos. G3-ra jött vezér H2, sakk. Király F3, és itt ö, sötét beadta a bástya F1 sakkot. Ezek után a királlyal csak G4-re léphetett, és G6-tal oroszrobi matra állította a világos királyt, G7G6, ugyanis király G5-re futó B5 sak következett, futó D8 sak, és ha királlyal a világos a G4 mezőre lépne, akkor vezér H5 mattól, ha pedig leütné a G6-gyalogot, akkor vezér H7 mattot jelenthetné be sötét. Ezt azonban már nem kívánta megvárni a világos figurákat vezető Karcagi játékos, hanem kezet nyújtott és feladta a partit. A most következő partit az előző adásunkban is megemlített, ifi játékos Blahota Marcel játszotta, mégpedig az MB2 5. fordulójában mezőkövesden, és egy igen hatásos, a megnyitás elveit felhasználó győzelmet aratott a Grünfeld Védelem centrumképző rendszerében. Említettem, hogy a Marci megnyitási repertoárja változott, királygyalog megnyitásról átállt vezérgyalog megnyitásokra, és sötéttel is ennek megfelelően új repertoárt épített. Én most versenypartiban ha talán először láttam tőle Grünfeld védelmet játszani. A világos figurákat Simon Mihály Gábor mezőkövesdi játékos vezeti, d 4 gyel nyitott, amire Huszár F6 következett. C4, és erre G6-ot válaszolt az NVSC játékosa, Huszár C3-ra pedig D5-öt lépett, ezzel a Grünfeld védelembe terelte a játékot. Mint egy, egy évszázaddal ezelőtt jelent meg a versenygyakorlatban a Grünfeld védelem, amikor is még a, a klasszikus sakkelveknek megfelelően a centrumképző rendszer kultiválták a mesterek és nagymesterek, mégpedig ö, azzal, hogy gyalog C4 üt D5, Huszár F6 üt d és e 4 birtokba vették a centrumot. E4. Nos, a Grünfeld védelemnek egy, egy ö, ö, olyan eszméje van, hogy megengedi a centrumképző rendszerben, hogy világos elfoglalja a gyalogokkal a centrumot, azonban sötét állásában nincsen gyengeség, és a, a parti későbbi fázisaiban aláaknázza a centrumot és felrobbantja azt, tehát ez egy már hipermodernebb sakkeszmét valló megítás ez a Grünfeld védelem. Nos, ebben az adott állásban korábban két fő változat volt, az egyik a visszakozás, a huszár. D5-ről Huszár F6-ra, ez azonban ö, ö, ellentmondan a megnyitás elveinek, ez egy rossz mellékváltozat, hiszen akkor fölöslegesen lépett vissza F6-ra a huszár. A másik változat, ami, ami sokáig játszott volt a mestergyakorlatban, huszár D5-ről G6-ra lépett vissza. Ezt ö, 60 éve egy nagymester parti kiiktatta a versenygyakorlatból. 60 évvel ezelőtt játszották a magyar bajnokságban a Portis Lajos Szabó László partit, amelyben a dinamikus, aktív stílusáról ismert, korábban háromszoros világbajnok jelölt Szabó László nagymester a 20 b B6-ra vonult vissza, és az a, a, világ, akkor már világszínvonalú pozíciójátékos, sport és nagymester egyszerűen lecsomagolta az akkori világsztárt. Mindenesetre itt a fő folytatás az, hogy a huszára a C3-ra ütünk be. Huszár C3, gyalogű C3. Látható a centrumképző rendszer, miért nevezik centrumképző rendszernek, világosnak egy gyalogcentruma van, sötét azonban a C5-tel majd a a, vilá, a, a világos állásában a sötét pontokat, a C3 és D4 pontokat igyekszik aláoknázni. Futó G7, kerül a futó a nagy átlóra, Huszár F3, a korábbi ö, versenygyakorlatban még Huszár E2-vel biztosították a centrumot, a Huszár F3 ez már a modernebb centrumképző Grünfeld, rövid sánc, futó C4, és a következő támadás a centrum ellen C5. Mint egy feltárva, hogy nem lehet beütni C5-re, mert arra futóval G7-ről beüthetne sötét C3-ra is, szagbástyát kaphatna sötét. Világos általában futóját E3-ra állította, ebben a partiban a mezőkövesdi játékos ellentmondott a, a, az elméletnek is a futóját B2-re állította, amit Marcel szépen használt ki. Futó G4 nyomás alá helyezve a D4 pont egyik őrzőjét, az F3 huszát, és világos egy bűnbánó visszakozást valósított meg, futó E2. Hát értelmetlen volt ez a futó F1 C4 E2 manőver, minden esetre lehet tovább nyomni a sötét pontokat a világos centrumban, huszár C6, és D5-tel oldódik a centrumfeszültség, csak hogy erre már feltáródott a, az A1-H8 nagy átló, Huszár A5. A mezőkövesdi játékos H3-mal igyekezett tisztázni a, a sötétnek a világos futóját, amire Marci lecserélte a futót, futóüt F3, futóüt F3 ezzel nem csupán a nagy átló vált gyengévé világos állásában, hanem őrizetlenül maradt a C4 pont is, huszár C4. Fenyeget ugye, hogy leütik a huszárt, ral a futót, azt meg kellett védeni, vezér B3-at találta ki ö, sötét, amire következett huszár B2, vezér B2. És most, mivel az A1 H8 átló nyitva van a G7-en álló futó előtt, B5 tempót hozhatta sötét, hiszen nem üthető a gyalog, mert arra futóügy C3 sakbástját kaphatna. A3-mal igyekezett a B4 előretörést védeni a világos figurákat vezető játékos. Erre következhetett A5. Világos biztonságba helyezte a királyát, rövid sánccal, azonban állása már rendkívül nehéz, hiszen B4-jel sötét fel tudja tárni az A1 H8 nagy átlót. Vezér C2 következett, amire gyalog üt C3. A gyalogüt C3-ra már látható nem csak egyszerűen egy gyalognyerésről van szó, hanem a futó közötti erőkülönbségről is, amellett, hogy a, a B vonal sötétnek nyílhatna nyil, ki, ezt megakadályozandó Világos, Bástya A, B1-et lépett, hiszen a nehéz tiszteknek a nyílt vonalokon van a helyük. Világ, világos lépésére vezér C7-tel válaszolt Marci, amire következett Bástya B5. Bástya F, B8-al igyekezik Marci vitába bocsátkozni, kiparancsol a nyílt vonalon. Bástya F, B1, Bástya üt b 5 és Bástya üt B5 következett, erre következett Bástya B8 szembenállás. Bástya üt B8, Bástya üt B8 után talán még reménykedett az ellenkező színű futók miatt a döntetlenben a világos figurákat vezető kövesdi játékos, azonban itt Futó E2-t valósította meg, valószínűsíthetően A4 futó B5-tel igyekezett lezárni az állást, erre azonban kapott egy futó D4-et, rámutatva az F2 pont gyengeségére. Futó D3 következett, ami után már ö, vezér F4-gyel egy kombinációt mutatott be Marci, és ö, világos lehetővé tette a futó B5-t egyébként nyílt vonalat lezáró lépéssel. A partiban arról van szó, hogy most már megfuthat a C3 gyalog, tehát következhet a tisztáldozat, vezérű f 2 sak, vezérű f 2 futóű 2 sak, királyű 2 C2, és itt kénytelen volt király E2 után C1 vezérátváltozásra feladni a partit a Világos figurákat vezető hazai játékos. Elérkezvén a műsoridő végéhez el kell, hogy mondjam a kedves nézőknek, hogy 2019. december utolsó napjaiban zajlottak a Megyei Egyéni Bajnokságok, azonban arról már időhiányában most nem számolhatok be, a következő adásokban ö, fogok tudni számot adni arról, hogy kik nyerték a Megyei Egyéni Sakbajnokságokat. Most csupán boldog új évet kívánva, elbúcsúzok a kedves nézőktől.